A38 Bob Marley koncert, ez a Sin Seekers volt a színpadon, először az A38-on. Egy kicsit az útról, ahogy ide eljutottatok, meséljetek. Julin nagyon ideges volt, ő szokás szerint úgy ért oda hozzánk, hogy az autónak az ablakát nem lehetett fölhúzni. Úgyhogy, hát utólag bocsánatot is kért tőlem, mert én így mentem oda. Szia, Juli! Nincs most erre idő! Mondom, ez gondolom a mai nap eseménye volt, egy kicsit menjünk visszább, hogy ja, mégis... Igen, ja, egy kicsit... Azt a Juli tudja jobban, én csak várom. Egy kicsit vissza. Hát, nagyon-nagyon vissza, akkor csak egy akusztikus duó, aztán egy trió, és abból lett a zenekar. Szóval jó hosszú 7-8 év volt, most már ez a 8. év. Szóval így jó hosszú idő volt, de úgy érzem, hogy mindenki nevében mondhatom azt, hogy mostanára ért össze a zenekar annyira, hogy ténylegesen ide is kerüljünk. Tehát van értelme annak az útnak, amit megteszel, nem csak az, hogy rögtön... Szóval meg kell tenni azt az utat. A Ladányben előtt nem először léptetek már fel. Hány ilyen alkalom volt? Hát még nem volt olyan nagyon sok, Vajdaságban volt, meg a ilyen regikem, meg ilyen dolgok, de ettől függetlenül lesz a jövőbe, mert most megnyertünk egy előzenekaros pályázatot, és így majd a jövő évben lesz egy pár koncert, még úgy tudom, hogy 5, vagy valami ilyen, és így nekünk ez, hát én nem tudom, hogy nektek mekkora lehetőség, de nekem nagyon nagy öröm. Tehát a koncert előtt beszélgettem a Miksával, és így annyira átszellemültem már csak azzal, hogy így beszélgettem vele, mert hát azért kezükben van a rutin, meg a nagyon-nagyon-nagyon sok minden, ami nekünk még csak egy ilyen kezdetleges út, vagy mondjuk vannak már itt idősebbek is, én, és a csokornyakendős úriember, Ujjázi Tamás. Nem rám gondolsz. Igen, nem, te még nagyon fiatal vagy, de hogy így ettől függetlenül még nincs akkora életutunk, mint nekik. Mikor tudtátok meg, hogy az A38-on fogtok a Ladányban előtt játszani? Mikor volt az a pillanat, és hogy reagáltatok erre? Tibiék egy elég régóta összedolgozunk, úgymond különböző projekteken. Nagyon örülünk annak, hogy ők el tudnak jönni Vajdaságba zenélni, itt szóval kevés helyen sajnos, de oda mindig elhívjuk őket. És akkor ez a kölcsönös koprodukció alapján történt meg az, hogy egyszer csak ő felhívott bennünket, hogy akkor várnak bennünket ma estére ide, és akkor nyilván utána beütött az, hogy wow, hogy egyáltalán ez olyan, majd egyszer elmegyünk az A38-ra zenélni, az olyan volt, hogy tudod így, ja, beszélgetünk otthon sörözés közben róla, de azért most meg itt vagyunk és beszélgetek veled, ez egész más élmény így. Nekünk is nagy élmény volt, mert egy új taggal is kiegészültetek a mai estére, és reméljük kicsit hosszabban is. Hajni, hogy jött ez? Hát a téli szünidőben otthon voltam, és a zenekar próbált, én meg állandóan velük lógtam, és akkor a Julinak eszébe jutott, hogy hát mi lenne, hogyha vokáloznál végül is. És akkor mondtam, hogy nagyon szívesen, de hát így ma este, vagy hogy is. Hát nem, az A38-as hajón fölépni, és hogy úgyis Pesten élek jelenleg, és hogy így mondom, úristen, akkor az első föllépés, ami egy ilyen hatalmas lehetőség. Szóval így nagyon izgatom. Bob Marley, azt hiszem nem kell mondani, hogy mit jelent számunkra, az egész Masszív számára. Mi történt a Regikemp óta? Merre jártatok? A Regikemp óta lehetőségünk nyílt eljutni Boszniába, sőt, Szlovákiába is, Bratislavába. Boszniába beválogattak minket 471 zenekar közül a legjobb 30 közé. Ott már tovább nem jutottunk, de már ez magában egy hatalmas élmény volt. Pozsonyba pedig egy másik banda hívott minket, a Latrino Cubano. Velük pedig a az Oromi Malom Fesztiválon ismerkedtünk össze. Ezek voltak a nagyobb dolgok. Köszönjük szépen, nagy öröm volt titeket itt az A38-on látni, és most ki is tudtam mondani, hogy A38, mert nekem se sikerült, és élvezzétek a Ladánybenét most, és reméljük, hogy hamar találkozunk, és remélem a Kempen egészen biztosan találkozunk. Persze. Természetesen. Köszönjük szépen. Köszönjük.